Kövesd velünk a legnagyobb hazai és nemzetközi versenyeket LOL-ban, Chigo-ban, Rainbow Six Siege-ben és még sok más játékban is. Olvasd nálunk a legfrissebb híreket minden mennyiségben. Bulvár, gaming és exkluzív tartalmak. Lépj be az eSport egy közösségbe és fedezd fel a piacunkat, játsz nyereményjátékainkon és kövess minket további érdekességekért. The land is dying, and the machines are out of control. Whatever comes, I will be ready. Megjelent a Horizon Forbidden West. Vásárold meg a konzolvilágnál. Konzolvilág. Gaming, számítástechnika, mobil, otthon. This is more than a race. It's a journey. Find your passion. Find what drives you. Find your line. Megjelent a Gran Turismo 7. Vásárold meg a konzolvilágnál. Coming. Look, look. A legnagyobb álmaink hamar megtalálnak minket. Miattuk kapszárnyra a fantáziánk, és ezeket osztjuk meg a szeretteinkkel. Vannak vágyaink, amelyek kedvtelissé szelidülnek, de az igazi álmokat sosem engedjük el. Köszöntöm kedves utasainkat, itt a kapitány beszél. Az Xbox segít elrugaszkodni a földtől. A Microsoft Flight Simulatorral nem csak a képzeletet szárnyalhat, hanem te magad is. Vásárold meg a legújabb Flight Simulator játékot, vagy vásárolj Xbox Game Pass előfizetést, melyben már a megjelenés napján elérhető lesz. Keresd a konzolvilágnál! Csodálatos szombat délutánt kívánok, elérkeztünk az utolsó három városi döntő egyikéhez, ma pedig nem más lesz terítéken, mint Veszprém, ugye, az Országos Gaming Expo, azaz az OGEX 22 eSport Open FIFA 22 országos bajnokságának újabb állomása kapcsán, és hát ez azt jelenti, hogy ezen kívül még kettő darab ilyen városi selejtező, illetve városi döntője lesz ennek a gaming és
e-sport roadshow-nak, aztán pedig ugye április 2-án a budapesti LAN döntő, az, amely majd valóban eldönti azt, hogy ki lesz az ország legjobb fifása. Ugye nagyon fontos azt tudni, hogy a már az eddigi műsorokban is hangoztatott mondatunk az most is valós. Valóban ez a rendezvény sorozat az ország összes megyeszékhelyén ugye látogatást tesz, és hát így alakult ki, hogy ugye szép lassan, de azért csak körbejártuk Magyarországot. És hát ugye következőre majd ugye Tatabánya lesz még terítéken, és aztán Budapesten is lesz egy városi döntő, ahol aztán egyébként a 20 játékos, akik ugye tovább jutottak ezen előselejtezőkből, azok összemérhetik tudásukat majd LAN körülmények között. A képernyőn újfent lehet látni azt, hogy tényleg minden egyes megyeszéken ugye megjelent az OGEX ebben az esztendőben, és hát ugye a helyszín ugye az ingyenesen látogatható, és nagyon-nagyon-nagyon sokféle programot ugye ki lehet próbálni, vagy ugye meg lehet nézni. Rengetegféle játék, VR, retro, szimulátorok, lehet cosplayereket látni, de minden egyes helyszínen van színpad, ugye, amelyen érdekes kvízek, beszélgetések és egyéb érdekességek láthatóak és hallhatóak. Találkozhattok kedvenc videósatokkal, influenceretekkel, meg hát rengeteg mindenféle érdekesség még várja a kilátogatókat, úgyhogy aki esetleg az adott megyeszékhelyen lakik, vagy a közelben, vagy esetleg szeret utazni, az természetesen ki is látogathat könnyűszerrel ezekre az eseményekre. Illetve természetesen, akik a helyszínen vannak, ők pedig a nagy kivetítőn élvezhetik ilyenkor ezeket a fantasztikus mérkőzéseket. És azért mondom, hogy fantasztikus mérkőzések, mert igazából hétről hétre bebizonyították ugye, a hazai FIFA játékosok, hogy azért itt általában egyrészt nem babra megy a játék, már csak azért sem, mert ugye a városi döntőért 100 ezer forint jár a győztesnek, amellett, hogy ugye megváltja a jegyét a budapesti LAN döntőre. A másik pedig, hogy elképesztő presztízs csata folyik általában ugye a, hát nem csak a döntősök, hanem gyakorlatilag a selejtező egésze alatt ilyenkor ugye a játékosok adott ellenfelével egyetemben, azért itt bizony meg kell küzdeni azért, hogy tovább berekedhesse magát az ember a következő körben. Lehetett látni a képernyőn ugye a versenysorozat összdíjazását, amely 2,7 millió forint, és ahogy ezt említettem, 100 ezer forint jár ebből ugye mindig az adott városi döntőnek a győzelméért. A mai két játékosunk egyébként, Horváth G, illetve ugye Dark Smoke lesz majd, és hát talán az előbbi játékosról már többet lehetett hallani, ugye, hát ha csak az elmúlt fél évet veszük alapul, akkor mindenképp Horváth G az, aki egyértelműen ugye aktívabb, és talán több eredményt is tudott felmutatni. Hát nem olyan régen, amikor a FIFA 22 megjelent, akkor rögtön egy hatalmas indító kupán ő így részt vett, de hát elég drámai pillanatokat kellett átélnie. Ott a fináléban egyébként úgy szenvedett vereséget, hogy hát kapott egy hosszabbításban egy 11-est, de nem tudta belőni, és rögtön ellenfele egy fiatal titán, ugye Kleine Péter le tudta kontrázni, és ebből született a győztes találat, és hát azért valljuk be, hogy hát ha lehet elbukni egy finálét, akkor ez mindenképp ugye hát egy nagyon-nagyon kellemetlen szituáció, de hát ugye ezeken túl kell lépnie, ezeknek a játékosoknak, a tényleg profik akarnak maradni, úgyhogy meglátjuk, hogy Horváth G-nek ezen az eseményen hogy fog menni. Egyébként ő már feltűnt korábbi selejtezőkben is itt az OGEX-en, akkor még nem jött össze neki ez a dolog, de most végre ugye bejutott a veszprémi döntőbe, igazság szerint, ahol ugye Dark Smoke lesz majd az ellenfele is. Ahogy néztem egyébként, ugye ő pont a DVSC Gondakor Kevint tudta legyőzni, elég szoros eredmény született ott 6-4 az elődöntőben, és így jutott Horváth G ugye be a döntőbe. Dark Smoke-nak egyébként, hogyha jól láttam, akkor nagyon pörgött itt az előselejtezők alatt a szekér, hogyha lehet ezt így mondani. Például 5-1-es győzelme is van, de az elődöntőből például 10-2-re tudta ellenfelét, Balog Dávidot legyőzni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mind a ketten egyébként biztos, hogy elszántak, illetve biztos, hogy nagyon felkészültek erre a mai mérkőzésre, amely szintén ugye BO3-ban zajlik majd, tehát 2 győztes mérkőzést kell hoznia annak a játékosnak, aki ugye itt most diadalmaskodni akar. 2x6 perc, egy találkozó,
és ez azt jelenti, hogy aki az első mérkőzést behúzza, annak a másodikat, vagy esetleg a harmadikat is meg kell nyernie. A harmadik meccs akkor zajlik majd le, hogyha ugye az első mérkőzést az egyik, a második mérkőzést pedig a másik játékos tudja ugye megnyerni. És ugye itt nagyon fontos, hogy minden egyes mérkőzésnek van győztese. Értem ezt úgy, hogy a hagyományos futballnak a követői azok megszokhatták, és nagy ritkán egyébként a virtuális berkeken belül is előfordul ugyan a döntetlen, de itt nem ez a helyzet, hogyha nincs döntés, a rendes játékidő, vagy a 2x6 perc, vagy ugye a 90 perc, így is lehet fogalmazni, ugye, játékbeli idővel értendően természetesen akkor jön a hosszabbítás, és hogyha a hosszabbítás sem hoz gólt, akkor bizony jönnek a büntetők, ami viszont sokkal fontosabb, hogy a mérkőzés elindult végre, és az azt jelenti, hogy Dark Smoke, illetve Horváth G, tehát egymás ellen. Nézzük akkor, hogy mire lesznek képesek. Dark Smoke egyébként ebbe a sötét kék szerelésbe, ellenfele pedig Horváth G. Hát ő egy nagyon világos kék, de lehet, hogy az már fehér, meg nem mondom így hirtelen, illetve egy nagyon halvány piros, vagy talán az a rózsaszín színösszeállításban lép pályára. Lássuk akkor, hogy mire lesz képes. Ronaldo rögtön mind a ketten egyébként megpróbáltak eljutni az ellenfél 16-osáig. Nagyon úgy tűnik, hogy óriási elánnal kezdenek egyébként a felek, tehát semmiféle tapogatózás nincs itt az elején. Ahogy esik úgy puffan alapon, bele akarnak vágni, és minél hamarabb gólt akarnak szerezni. Erre is volt már többször példa, de általában azért itt a városi döntőkben az a séma, hogy azért az első mérkőzés első részében megpróbálják felmérni a másik erősségeit. Itt erről nagyon nincs szó. Horváth G már bent a 16-oson belül, és ott is van a vezető találat a 9. percben. És hát ki mással, mint Cristiano Ronaldóval. Ő egyébként egy picit azért, hát egyrészt azért is, ugye, kevésbé metalap ezeken a mérkőzéseken, mert ugye itt az Ultimate Teamben a saját csapatát kell összerakni egy játékosnak, és azért valljuk be, hogy nem egyszerű megszerezni ezt a játékost. Gyönyörű kapást levés, nem nagyon lehetett esélye a kapusnak. Szóval, hogy ugye drágább mindenképp ugye Cristiano Ronaldo, és hát nem egyszerű igazság szerint ugye őt megszerezni, de a lényeg, hogy ugye megvan a vezető találat, és hát ugye a 37 éves klasszis, többek között egyébként Törökország ellen is betalált, és így készület Észak-Macedónia ellen, hogy ott legyen majd 2022-ben esetleg a világbajnokságán, és ugye nagy kérdőjel, hogy az lesz az utolsó, a még nagyobb kérdőjel, hogy ez vajon hogy nem ment be? Hát valószínűleg azért, mert Dark Smoke nem igazán találta el jól a labdát, aztán a szögletet követően volt egy beadás, amit sikerült előnie, de megint nem találta el úgy igazán jól, hogy ebből megint nagy probléma legyen. Mendy felszedi, a csel tökéletes volt egyébként Dark Smoke-tól, de megint nem tudta úgy igazán jól megrúgni azt a labdát. És ez azt jelenti, hogy marad az 1-0. De Dark Smoke nem törte meg a gól, sőt, igazság szerint azt lehet látni, hogy még ha még jobban elszánta volna magát arra, hogy egyenlítsen. Minden esetre ez egyelőre nem jött neki össze. Miközben nézzük, Ginolával próbál egy pici helyet találni magának, majd visszapasszolja középre, Paqueta és Jorginho. Horváth G próbál adogatni. Ez a passz viszont nem volt jó. Egyébként Cristiano Ronaldónak ez a 94-es lapja, ugye ez egy birthday, tehát születésnapi lap, igazság szerint. És neki is ezen kívül, ugye ő 91-es ratinggel kezdte meg a pályafutását hosszú idő után, kiszorult egyébként a legerősebb lapok közül, már ami ugye az indulást jelenti, és ezáltal ugye a gold lapokat. Ez megint egy nagyszerű középre passzolt labda 11 méterről. Kapura lövés megvolt, azonban fogta Mendy, és aztán egészen elképesztő kidobást láthattunk Horváth G-től, amit nem saját játékosának sikerült összehozni, hanem bizony az ellenfélnél landolt, de hiába próbáltam meg kitekerni a hosszú Dark Smoke, ez sem jött össze. Nem tudta eltalálni úgy a labdát, hogy működhetett volna.
Sancho megint ott az ötös sarkánál a bal oldalon, megpróbál cselezgetni, majd be tudja tenni középre, Vinicius Junior lepasszolja Mbappénak! Zicser! Újabb zicser! Újabb! Csak helyzet! Mert hogy a gól valamiért nem akar összejönni Darksmoke-nak, hát mennyi kell még? És az az igazság, hogy ez nagyon könnyen megbosszulhatja magát. Most már legalább a harmadik, ha nem a negyedik olyan helyzete volt, amiből tisztán gólt szerezhetett volna. Egészen elképesztő egyébként. Másik oldalon is van egy Mbappé, ugye? Ginola. Ronaldo. Mbappéval egy összjáték, Paqueta is felzárkózik, szép a bepasszolt labda, Ginola le tud fordulni azért. Itt sem olyan egyszerű ezt megoldani, Darksmoke megszerzi a labdát, azonnal passzolja is át, vagy íveli is át a másik oldalra, meg tudja tartani. Kakeret, Walker, és szép kis passzjáték most ott, Darksmoke egyébként ennek ellenére, hogy gólt kapott, én úgy gondolom, hogy többet van nála a labda is, átvette az irányítást ebből a szempontból. Sancho, ez viszont egy nagyszerű szerelés volt, vagy legalábbis odalépés, ami így most már szerelésnek tekinthető, hiszen Horváth Zsi saját játékosánál maradt a labda. Mbappé, ki lehet őt ugratni, és nagyon nagyot védett a kapusa. Hihetetlen, nem volt a legjobb lövés egyébként Horváth Zsitől sem, meg ott a védő is azért mondjuk úgy, hogy útban volt, de hát ez a dolga egy védőnek. Ennek ellenére egészen hihetetlen, hogy azért csak el tudta lőni, de most helyén volt a kapusa Darksmoke-nak. És egy kis kamera beállítás, ha jól látom, akkor igen, picit távolabb. És picit feljebbről igyekszik majd letekinteni a pályára. És ha minden igaz, akkor ez Horváth Zsi beállítása volt, szerintem, mert hogy ugye az ő szemszögéből látjuk elsődlegesen a mérkőzést. Minden esetre picit feljebbről, picit távolabbról, és számunkra is egyébként így jobban belátható az egész pálya. Paqueta közben nem volt jó a passz, Mbappé, Sancho, ez így gyenge volt, Varannal simán ki tudott lépni, Jorginho már kapja is, aztán Ginola, majd Ronaldo. Mbappénak nem adhatta le, mert ő lesen lett volna, Paquetával azonban vissza tudja szerezni, és gyönyörű a kiugratás! Hidegvérű és nagyon okos passz! Mbappé! Team of the Week-es kártya, 92-es ratinggel, 2-0! Szinte mindegyik verziója használható egyébként. Azt kell mondjam Mbappénak. Hihetetlen, kijön a kapujából Horváth Zsi hálóőre, és végül sikerül szépíteni a Darksmoke-nak. Fekir, ott is egy születésnapos kártyával sikerül a szépítés. 2-1-re módosul itt rögtön az első félidő végén. A mérkőzés állása. Hihetetlen. És ez azt gondolom, hogy nagyon kellett. És ugye pont az előbb beszéltem arról, hogy ugye ott jó néhány helyzetet kihagyott az első félidő közepén Darksmoke, és hogy ez vissza fog ütni. És ugye kapott is egy második gólt, miközben ugye Horváth Zsi elkezdheti a második félidőt. Kapott is egy gólt, de aztán erre legalább tudott reagálni. Úgy gondolom, hogy ez egy fokkal rosszabb lett volna számára, hogyha ugye egy ilyen félidő után gyakorlatilag nurrógott góllal és kettős hátrányba kellett volna ezt a szünetet megtartania. Minden esetre ezen nagyon nincs ideje gondolkodni, hiszen fel kell pörgetni az eseményeket. Rüdiger gyönyörűen oldja meg vele Horváth Zsi. Varezsma. El is indul, és kapja is vissza a labdát. Mbappénak bele lehet tenni középre. Ronaldo, ez a csel nem volt jó. Vagy legalábbis ugye olvasta a játékot Darksmoke.
Player to Watch. Meglepő, nem, hogy Ronaldóra hívja fel a játék a figyelmünket. Nagyszerű egyébként ez a labdaszerzés Jorginhoval. Paqueta, körbe lehet járatni, Ginola. Ez így átlátszó volt, Dark Smoke erre is készült. Ki tud bújni Sancho, és Varant úgy tűnik, hogy le tudja hagyni. Megvan az előnye amúgy a Dark Smoke-nak a jobb oldalon. Megpróbálja, sőt, sikerült is eljuttatni középre, ez viszont egy óriási meglátás, Vinicius Junior, gyönyörű volt a szerelés. Hiába volt helyzeti előnye ott a bal szélen. Szenzációs volt, ahogy Horváth G végül ezt levédekezte. Mbappén vele próbál cselezgetni, de aztán kénytelen visszapasszolni, és inkább a biztonságit megoldást választja egészen eddig. Aztán ugye megpróbálta középre juttatni a labdát, de az már ugye nem jött össze. De Neuer, és aztán Alexandro. Vinicius. Ő is részese volt egyébként, tegnap említettem, hogy Neymar nagyot játszott Chile ellen a brazil válogatottban. Már egyébként már tét nélküli volt az a VB-selejtező ebből a szempontból ugye a braziloknak, hiszen már réges-rég kiharcolták a VB szereplésüket. Ennek ellenére Vinicius Junior is nagyszerűen játszott, ő is gólt szerzett azon a meccsen, úgyhogy most a válogatott szünetben ugye közben a jobb szélről bejátszott labda, az nem találta meg a kívánt személyt. Horváth G meg tudta szerezni a labdát, szóval most ugye válogatott szünet van. És érdekes lehet majd látni, hogy ki hogy teljesít igazából ezeken a meccseken. Hát ugye az olaszokat nem fogjuk már látni a VB-n. Észak-Macedónia ugye megverte őket 1-0-ra, viszont így hát mondhatjuk akkor, hogy Cristiano Ronaldóiknak könnyebb dolga lesz, hiszen egy portugál-olaszt várt mindenki a C-ágon, az európai zónából, miközben sikerült még az alapvonal mentén bepasszolnia a támadójának, Dark Smoke-nak, viszont a következő átadás az már nem jött össze. Szóval egy papíron elvileg könnyebb dolga lenne, de hát valószínűleg, hogy az észak-macedónok óriási ellennel fognak majd küzdeni, szóval még az is lehet, hogy ez lesz majd a nehezebb mérkőzése. A portugáloknak ott egy kapáslövés, óriásit véd! Mendy és a kipattanó labdát nem tudja Dark Smoke a kapuba juttatni, annyira lassan csordogált az alapvonalon túlra. Én azért vártam ki, mert nagyon érdekesen pattogott, gurult ez a labda, még én esélyt is adtam neki, hogy valahogy, nem tudom, a szél segítségével, vagy pont úgy dől egy picit a pálya, hogy begurul, nyilván ez csak vicc, de tényleg volt rá esély, hogy esetleg becsordogáld, aztán végül ugye a kapufa mellett. Hát szépen elgurult a labda, és ez azt jelenti, hogy szöklettel folytatódik majd a mérkőzés. Újabb kamera beállítások, hát nincs meg a megfelelő szög, most egy picit, mint hogyha közelebb jutottunk volna a pályához. Minden esetre 2-1. Hát az az igazság, hogy ezek nagyon sokba kerülhetnek Dark Smoke-nak, hogy ezek a helyzetek nem akarnak bemenni. Szerintem ő is tudja ezt, hogy ez bizony komoly probléma, és nem csak azért, mert hogy nem sikerül az egyenlítés, és ezáltal ugye veszélyben az első mérkőzése, hanem mert ugye tényleg visszaüthet, és egyszer ez már megtörtént. Na, egyelőre szépen cselezget Fekirrel, be is tudja passzolni, és most Mendy véd egy óriási nagyot. Pedig a rövidre gyönyörűen érkezett és küldte rá Dark Smoke. Megint rövidre próbálkozott, szép volt, legalábbis egészen eddig ez a szituáció, még mindig az övé, hiába volt a lefordulás jó, nem tud egyenlőre ebből kihozni semmiféle lövést, teljesen sikerült most már Horváth G-nek felállni a védelmével. Uha, ez viszont így pontatlan volt, és rögtön megpróbál egy kontrát indítani, Cristiano Ronaldóval, Mbappét hozza játékba, de Neuer mellett egyelőre nem tud elmenni, de még mindig azt lehet mondani, hogy ezzel egyrészt időt nyer, a másik nagyon szépen meg tudta tartani, tehát megérkeztek
ugye a második hullámban a játékosai, ez pedig azt jelenti, hogy szépen körbe tudja adogatni itt a 16-ost. Cristiano Ronaldo vissza Jorginho-nak, Quaresma bent a 16-oson belül, egyelőre ez gyönyörű, és megint a szokásos, az ötös sarkáról visszapasszolja Mbappénak, és a 83. percben, hát nem tudom, nekem van egy olyan érzésem, hogy Horváth G eldönti az első mérkőzésnek. Így van az eredményét. Ez már 4-1, újfent Ronaldo, ő se akar lemaradni. Rögtön a középkezdést követően a 85. percben is betalál. És az az igazság, hogy ez tipikusan az a meccs, hogyha az ember ránéz majd a végeredményre, azt mondja, hogy hát ez Horváth G-nek pofon egyszerű volt. 4-1, az eredmény magáért beszél. Ez a tagmondat még talán rendben is van, viszont azért a mérkőzés képe ennél sokkal-sokkal árnyaltabb, hiszen Dark Smoke-nak meg annyi lehetősége volt, de azt szokták mondani, ugye tipikusan jó is, hogy felhoztam ezt a példát, ugye, ahogy az olaszok és az észak-macedónok mérkőzésének az eredménye végül ugye megszületett, mert ott is több mint 30 lövése volt az olasz válogatottnak, szegény Dark Smoke próbálkozott 16-oson kívülről, de ezt nagyon gyorsan, talán még Benny Hill se használná fel. Szóval maradjunk annyiban, hogy ugye ott is 30 lövésből nem születik gól, az ellenfél pedig egyszer kapura lő, majd betalál és ezzel 1-0. Tehát ez a rendje a futballnak, hogy be kell lőni a helyzeteket, de ettől független azért Horváth G hálás lehet a sorsnak, mert én azt gondolom tényleg, hogy itt azért köszönetet mondhat, mert Dark Smoke könnyűszerrel. Ha más nem, legalább az egyenlítés bőven benne lett volna ebbe a meccsbe, de még azt is elmondhatom, hogy akár megtörténhetett volna az is, hogy ugye miközben a visszajátszást is megtekinthettük volna majdnem. Szóval a lényeg, hogy ugye egy döntetlen talán simán beleférhetett volna, de hát nem így történt. Horváth G viszont kihasználta azokat a lehetőségeit, amelyek adódtak, sőt, igazából nagyon szépen alakította ki, és nagyon okosan hozta össze a kapu előtt a játékát, és ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a legfontosabb pillanatokban talált be, és gyakorlatilag ezzel hát biztosította magának azt a szituációt, hogy azért megkönnyebbülve, és talán egy fokkal még magabiztosabban várja majd a visszavágót, mert ez mindig ugye nagyon nagy terhet levesz a játékosok válláról, hogy gyakorlatilag ők most így, hát nem is azt mondom, hogy hibázhatnak, de belefér az, hogy ők esetleg elveszítik a második mérkőzésüket. Kevesebbszer volt erre példa, de azért ne felejtsük el, hogy időnként össze-össze jött az ellenfélnek, hogy 0-1-ről azért fel tudott állni, és legalább az egyenlítést össze tudta hozni. És az az igazság, hogy én Dark Smoke-ban bőven érzem ezt. Már csak azért is, mert egyrészt végig nagyon támadó szellemben futballozott, a másik pedig az, hogy amikor a legelső gólt ugye bekapta, akkor sem tört össze. Általában azért ez meg szokta fogni a játékosokat, őt viszont nagyon nem, sőt, mintha ilyen extra motivációt gyűjtött volna belőle. És az az igazság, hogy ugye 2-1-es hátrányban is ugyanez volt észrevehető, hogy rendben van, hogy az ember menni akar az eredmény után, és megpróbál hajtani, de őt nagyon-nagyon motiválta az, hogy jó, akkor én most itt megmutatom. Pehje is volt, nem úgy jött most ez össze, ahogy szerette volna. Meglátjuk, hogy ez meddig tart ki, mert egyszer akár pozitív, akár negatív szériáról van szó, de véget ér a dolog. Aztán, hogy pont a visszavágó lesz az, amikor fordul a kocka, és mondjuk Dark Smoke-nak jobban kijön a lépés, meglátjuk, de az az igazság, hogy mind a ketten építkezhetnek ebből az első meccsből, dacára, hogy 4-1-re Horváth G nyert, és ez a fajta különbség, ez azt jelenthetné, ugye, hogy hát akkor Dark Smoke erről a városi döntőről lemondhat. Én azt gondolom, hogy nem így van, el kell lesz neki most felejtenie, és ugyanebben az elánban tiszta lappal kezdeni a második meccset, és akkor mindenképp lesz keresni valója. Hogy valóban így van-e, egy röpke szünet után kiderül, mert aztán jövünk a visszavágóval, méghozzá a veszprémi városi döntőről az OGEX 22 kapcsán. Ne menjetek messzire! Thank you.
I feel the pull of something dark and deep. The urge to be somebody that's not me. He's on my side, the devil in disguise. I feel it running through my veins, yeah. This bitterness will break these chains. The poison's seeping through my skin, oh. You in your darkest dreams. Don't cry for help, no one can hear your screams. He's on my side, the devil in disguise. Kövesd velünk a legnagyobb hazai és nemzetközi versenyeket LOL-ban, Cségóban, Rainbow Six Siege-ben és még sok más játékban is. Olvasd nálunk a legfrissebb híreket minden mennyiségben. Bulvár, gaming és exkluzív tartalmak. Lépj be az eSport egy közösségbe és fedezd fel a piacunkat, játsz nyereményjátékainkon és kövess minket további érdekességekért. The land is dying, and the machines are out of control. Whatever comes, I will be ready. Megjelent a Horizon Forbidden West. Vásárold meg a konzolvilágnál. Konzolvilág. Gaming, számítástechnika, mobil, otthon. This is more than a race. It's a journey. Find your passion. Find what drives you. Find your line. Megjelent a Gran Turismo 7. Vásárold meg a konzolvilágnál. Coming. Look, look. Legnagyobb álmaink hamar megtalálnak minket. Miattuk kapszárnyra a fantáziánk, és ezeket osztjuk meg a szeretteinkkel.
Vannak vágyaink, amelyek kedvtelissé szelidülnek, de az igazi álmokat sosem engedjük el. Köszöntöm kedves utasainkat, itt a kapitány beszél. Az Xbox segít elrugaszkodni a földtől. A Microsoft Flight Simulatorral nem csak a képzeletet szárnyalhat, hanem te magad is. Vásárold meg a legújabb Flight Simulator játékot, vagy vásárolj Xbox Game Pass előfizetést, melyben már a megjelenés napján elérhető lesz. Keresd a konzolvilágnál! Köszöntök újra mindenkit, folytatódjon tehát az OGEX 22 eSport Open, FIFA 22 országos bajnoksága. Méghozzá ugye a következő összecsapás lesz majd újfent terítéken, legalábbis abból is a második félidő Horváth G és Dark Smoke között, akik ugye a veszprémi selejtező, vagy jobban mondva városi döntőjének két résztvevője. És természetesen azt azért gyorsan szeretném elmondani, mert az előző kis blogban nem tettem meg, hogy ez az esemény sorozat, vagy gaming és e-sport roadshow sem jöhetett volna létre ugye a támogatók nélkül, úgyhogy természetesen szeretnénk megköszönni a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, az 1 millióan, a Magyar E-sportért Egyesületnek, a OneBlade-nek, a Nissin-nek, a Konzolvilágnak, az Antenna Hungáriának, a Dunaaszfaltnak, a Hunesnek és az e-sport1.hu-nak. Szóval ezáltal, hogy meglátták ők is újfent a lehetőséget ebben az esztendőben és az e-sportban, illetve óriási lehetőséghez juttatják így a hazai fifásokat, és azért látszik is, hogy tényleg egyre többen veszik komolyan, egyre többen látnak potenciált abba, hogy igenis érdemes gyakorolniuk, időt és energiát belefektetniük, hiszen ilyen fantasztikus versenyeken vehetnek részt, mint ugye például az OGEX 22. Viszont ugye, jön majd a második felvonása a veszprémi városi döntőnek, ahol ugye az első mérkőzést követően Horváth G 4-1-re le tudta győzni ugye Dark Smoke-ot, és ez gyakorlatilag számára így egy magabiztos győzelem, viszont az utolsó két találat, amely igazán eldöntötte azt, hogy ki lesz az első meccs, az csak a 80. perc után érkezett meg. Úgyhogy ebből a szempontból azért én amondó vagyok, hogy eredmény ide vagy oda, egy nagyon kiélezett összecsapást lehetett látni, és nagyon kíváncsi vagyok újfent ugye a vesztes oldaláról megközelítve, hogy Dark Smoke hogyan tud majd igazából alkalmazkodni ez a szituációhoz, mennyire zavarta meg, vagy mennyire tudta éppenséggel felpörgetni azt, hogy igazság szerint most ő hátrányban van, és gyakorlatilag mennie kell az eredmény után. Szerintem ez ugye pszichológiailag lehet egy nagyon fontos kérdés, hogy ugye ilyen esetben, amikor azért van egy olyan tényező, mint az idő, amely óriási ellensége lehet a játékosnak, az milyen kihatással lehet egy játékos teljesítményére. Lássuk akkor a visszavágót Horváth G fehér-pirosban, amolyan ajaxos szerelésben, tehát megkezdhette a mérkőzést, ellenfele pedig Dark Smoke, aki ragaszkodik ehhez a sötétkék szereléshez, úgyhogy lássuk azt, hogy ki hogyan tud majd teljesíteni ebbe a második mérkőzésbe. Horváth G be tudja passzolni? Nem tudja bepasszolni. Egyébként hozzáteszem azt, hogy ugye pont nála láttam, hogy ha már megemlítettem, hogy az Ajax szerelését választotta, hogy neki azért van csapata. Igazság szerint ugye Future Esports Managementnél folytatta a pályafutását, ezt 2021. október elején jelentette be. Úgyhogy ebből a szempontból ugye érdekes számára is, hogy sokkal komolyabban tudja venni, és sokkal nagyobb szintre emelheti ezzel ugye a tudását. Nézzük közben, nagyon szép támadás épülget egészen eddig ott a jobb szélen. Dark Smoke támadhat.
És ugye talán itt az első gól az, ami igazán meghatározhatja majd azt, hogy milyen lefolyású lesz majd ez a találkozó. Balról érkezett be a labda, de ez is pontatlan volt. Nem sikerült igazából senkit megtalálni ezzel Darksmoke-nak. Egyébként pont érdekes, mert ugye PS-eken zajlanak ezek a mérkőzések, és pont a Hunes FIFA Masters kapcsán, ahol szintén elindult ugye Horváth G, és az egyik selejtező kapcsán ugye nagyon szép eredményt ért el, bejutott ugye a döntőbe, és ezáltal a havi döntőnek is majd a résztvevője lehet, hogy ő maga nyilatkozta ezt egyébként, hogy ebben az évben egészen elképesztően erős a mezőny, és hát azt gondolom, hogy nem áll távol az igazságtól ezzel a kijelentésével. Nézzük, Darksmoke 16-osan belül, még akár be is tudja adni, jobbszérül, és az utolsó pillanatban oda tudott egyet bökni Horváth G, és ezzel így szögletre mentette ezt a helyzetet. Aztán mégis jön egy beadás, azt meg ki fogja tudni fejelni. Így van, az utolsó pillanatban még oda tudott egyet piszkálni Darksmoke. Ennek ellenére a kontra az valós, sőt Bappéval át tudja venni, gyönyörűen elfejeli a kapus mellett, és nincsen büntető! Tegnap is láttunk egy ilyen szituációt, akkor Branti csúszott be a 16-oson belül méghozzá az ellenfelének háttal. De nem lett meg akkor az a fajta ítélet, ugye, amely az ellenfelének hát igencsak fontos lett volna. Itt pedig nincs meg ezáltal a vezető találat, miközben ez csak oldalháló, gyönyörű cselezgetés végén. Itt sem örülhet egyik vagy másik játékos a gólnak, hiszen csak a kapu oldalát sikerült eltalálni. Szenzációs kontra volt egyébként Horváth G-től, mint ahogy Ronaldo és Mbappé próbálkozik megint, de jól jön ki Donnarumma, vagy jól hozza ki Darksmoke. Hihetetlen. Hú, az a jelenet az nagyon érdekes volt. Elfejelte az olasz kapus mellett a francia támadóval Horváth G, és ment volna tovább, és egy az egybe ugye az üres kapuval állt volna szembe, tehát igazság szerint akár be is vezethette volna, de ott hát nem tudom. Én szerintem kontakt történt, ráadásul a kapus szabálytalan volt. De így, hogy sem lap, sőt, igazából semmi nem történt, tehát gyakorlatilag még csak azt sem lehet mondani, hogy előnyszabály, hogy bármi, mert az is értelmetlen döntés lett volna. Szóval abszolút néma maradt a mesterséges intelligencia által vezérelt játékvezető zsípjának, miközben egy újabb nagy löket. És Darksmoke, az az igazság, hogy abból a szempontból nagyon pehjes, hogy az ott folytatja, a labba hagyja, az most rá abszolút negatívan igaz, mert hogy már a második nagyon nagy lehetősége maradt kint megint, pedig hát neki nagyon kellene a gól. Na, akkor lehet, hogy ott a következő ötös sarkáról, ez viszont bent van! 1-0-ra vezet, és ez nagyon fontos most az ő számára. Sanchoval végre összehozza. Úgy látszik, hogy ma a születésnapos, oké? Ez a párharc, mert hogy Sanchoval is. Vagy Sancho esetében is egy ilyen kártya hozza meg az áttörés, és rögtön ott van az egyenlítés. Nem! Óriásit védett most Darksmoke kapusa. A nehezén túl volt Horváth G, de nem tudta a jobb sarokba eltenni. Miközben ott van a másik oldalon is egy érdekes helyzet. Szerintem, hát Mendy lehet, hogy itt is hozzáért Mbappéhoz. Óriásit esett ugye a francia támadó, de megint csak nem fújt a játékvezető, ez gyenge passz a másik oldalon Horváth G-től. Hát akkor viszont így, mondjuk ez talán kevésbé büntető, de maradjunk annyiban, talán az lesz a legigazságosabb, hogy ez így egál. Tehát az egyik oldalra is tévedett egyet a játékvezető, meg a másik oldalra is tévedett egyet a játékvezető, így gyakorlatilag, mintha nem történt volna semmi, és ezzel ki is húzhatjuk. Tehát azt lehet mondani, 1-0, és ez a tiszta eredménye így a visszavágónak egyenlőre, és ez Darksmoke-nak nagyon fontos. Óriási középretett labda! Gyönyörű kiugratás! Teljes egészében sikerült átvernie Horváth G-nek a védelmét.
És ezzel 2-0 a 44. percben, tehát az első félidő végén megint betalál, de most ez sokkal jobban sül el számára, hiszen ugye 2-0-ra vezet most ő. Na, és akkor ugye fel van adva a lecke, hogy... Húha, slow day at the office, Ginola. 45 perc után minden statisztikai mutatója nulla, igazság szerint. Úgyhogy ez ebből a szempontból érdekes. 5-1 a kapura lövések aránya, az ami nagyon-nagyon nagy különbség, mint ahogy ugye a 62%-os labdabirtoklási fölény is. Azért azt kell mondjuk, hogy elég komoly ebből a szempontból. És ahogy nézem, kevesebbet passzol, tehát gyorsabban próbálja járatni a labdát Dark Smoke, tehát 66 a 64-jel szembe, ami azért valljuk be, hogy meglepő ebből a szempontból, hogy 2-0-ra vezet egy csapat, de annó egyébként ugye Mourinho volt még az az edző, aki azt nyilatkozta a profi futballban, hogy nem lényeg, hogyha alig van nálunk a labda. Tehát gyakorlatilag 20-30%-ban van nálunk a labda, számít ez, hogyha nyersz? Igazából nem, de ebből a szempontból teljes mértékben igaza van. Úgyhogy itt is azt lehet mondani, mi van akkor, hogyha csak 60-70-80-90-et passzolsz egy mérkőzés alatt? Te nyertél. Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy ezek a mutatók ugye inkább csak ilyen érdekességek. Ettől függetlenül azért abból a szempontból, hogy ugye mekkora a labdabirtoklási fölénye, és hogy mennyivel többet lőtt kapura például, meglepő volt, hogy kevesebb átadása volt a mérkőzés során, de Horváth Zsi egyébként látszott, hogy az első meccsen is azért megfontoltabban próbálkozott ugye passzolgatni, és egy dolog azért leszűrhető, de azért várjuk meg ezt a helyzetet, hogy mi történik ott a jobb oldalon, semmi, Dark Smoke simán szerelte ellenfelét, és elkezdheti ő építgetni a támadását, szóval ugye az mindenképp leszűrhető, hogy valószínűleg több az oldal, illetve a hátrafele menő passz. Ebből a szempontból lehet érdekes, hogy talán emiatt passzol. Jó, az a kettő az nem volt olyan nagy különbség, de talán ez, ami meghatározó lehet, hogy Horváth Zsi előre játéka nem volt igazából a célos. Na nézzük, Fekir bal oldalon, szép volt a csel, amellyel be tud fordulni, jön is az átadás, és ezt könnyű szerrel Mendy nagyon jól jött ki a kapujából, és már is dobja Ginolának. Lehet menni az ellentámadással, viszont itt most ebben a visszavágóban nem teljesen érzi a ritmust egyenlőre Horváth Zsi. Sancho oda tudott az utolsó pillanatba lépni, és ez nagyon fontos volt, hiszen három másik kékmezes várta volna a labdát, ami óriási lehetőséget rejtett volna magába. Középpályán próbálkozott cselezni Horváth Zsi, de ez sem jött össze, vissza tud támadni ebből Dark Smoke, Sancho, nézzük, meg tudja tartani két ember mellett, és aztán ez a szerelés sem jó. Fredericks kapja a másik oldalon, gyönyörű ez a cselés, Fekir, na, kapura tud-e lőni? Egyenlőre úgy tűnik, hogy nem, itt ér véget a labdajáratás a Dark Smoke-nak. Nézzük a másik oldalt, Horváth Zsi olyan, mintha rákapcsolt volna, érezni azt, hogy esetleg ez a középpályán a lassú labdajáratás, az nem biztos, hogy kifizetődő, tehát próbál gyorsabb passzolással igazából előrébb jutni, és hát azért az felfedezhető, hogy nem feltétlenül arat ezzel sikert. Hát valamennyit még növelni is tudott Dark Smoke ezen a labdabirtoklási fölényen, hogyha jól látom, 64%-ban van most már nála. Nézzük, Pakétával robog előre, kicsit szétszakadott a középpálya, Bappé ki fog tudni lépni, de Neuer azonban jön, lát és szerel. Mondom, nincs nagyon középpálya, Kakveret, ő megy tovább. Előtte egyelőre nincs senki, visszafordulni kényszerül, Vinicius Junior azonban köszöni szépen, átveszi, ez les lesz. Így van, ez bizony. Szabálytalan így. Följebb is tolja, ahogy látom, a csapatát amúgy Horváth Zsi. Hát úgy tűnik, hogy nem akarja a harmadik meccsre hagyni itt a dolgot, úgyhogy meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy valamilyen úton, módon legalább szépítsen. Azért, hogyha 2-0-nál összejön egy szépítés a hajrá előtt, az azért nagyon sokat jelenthet, miközben egyébként cserélt is Alves jön Fredericks helyére. Ez rögtön egy jó meglátás, Quaresma. Bal szél, na, csak átveszi, jön is a beívelés, azonban ez pontatlan. És most már Fekirnél a labda. Érdekes, hogy Dark Smoke ugyanazzal a lendülettel támad,
Tehát nem elégszik meg azzal, hogy 2-0, és nem akarja igazság szerint járatni a labdát, el akar jutni az ellenfél 16-osáig, és ezt nagyon gyorsan meg is tudja tenni, miközben egyébként ott volt egy újabb, hát talán Les. Nem igazán láttam egyéb szabálytalanságot, minden esetre ugye nem feltétlenül jó, mert azért ezzel látszik, hogy sok labdát elszór, tehát Horváth G-nek azért van lehetősége, Ronaldo becselezi magát a 16-oson belőle, na, ki tud választani egyelőre senkit, úgyhogy egyéni megoldást kéne választani, a Pakétának lesikerül adni a labdát, megpattan és jöhet majd a szöglet, nem volt egyébként jó lövés, picit eltörte a labdát ezáltal, és így bele tudott érni, ugye Dark Smoke a védőjével le tudja fejelni, Rüdiger átveszi védőként, és még a csele is jó, ez a kis passz, ez viszont így pontatlan volt, viszont azonnal visszatámad, és sikerül megszerezni a labdát, de megint nem volt jó a passz. Megtesz mindent Horváth G annak érdekében, látszik is, hogy nagyon letámad, minél hamarabb vissza akarja kapni a labdát. Rájön arra is, most már Dark Smoke, hogy nem feltétlenül kell azonnal ugye felpasszolni a labdát. Ez mondjuk jó, át tudja venni, Sancho, lett volna opciója lepasszolni is, ez a lövés viszont nem volt jó. Végérvényesen eldönthette volna ezzel az akciójával Dark Smoke a visszavágónak a kérdését, de egyenlőre szerintem még továbbra is nyílt. Jorginho ez az utolsó pillanatban akarta csak lepasszolni, és így ráfázott, és megint Dark Smoke-i a labda, az utolsó 10 percen belül most már a játékbeli időt tekintve. Mbappé elrobog a bal szélen, Varane vele szemben, egyelőre nem tud labdát szerezni Horváth G, és úgy tűnik, hogy bár előbb négyet lőtt, most gólképtelen a visszavágón, és hosszú idő után megint nagyon úgy tűnik, hogy 3 meccs és városi döntőt láthatunk, ez pedig bedobás lesz, de nem Horváth G örület, hanem Dark Smoke. Vinicius Junior teljesen üresen kapta, és nincs Les, tehát itt most lehet azért passzolgatni, így is van, hát ez már átlátszó volt, így is van, ezt le tudta kapcsolni könnyedén. Mbappé le tud fordulni Ferdinandról. Ettől függetlenül csak ennyi előnyt tudott magának kovácsolni, ezt... Az egy dolog, hogy nem 11-es, de hogy nem fúj a játékvezető ezeknél a kontaktoknál, az nagyon érdekes. Oldalról érkezett és eltalálta a sípcsontját. Nem tudom, lehet, hogy csak nekem tűnik úgy, hogy ez szabálytalanság lett volna. Minden esetre továbbra is. A játékvezető ezt a fajta játékot abszolút engedélyezi. Tehát erre appellálni nem lehet, hogy ő majd ezeket befújja, hogyha van valami kontakt. Nem. Ez a bíró nem. Delaney nagyon szép volt egyébként a szerelése. De gyönyörűen csinálja Dark Smoke, és ott a harmadik! Eddig is már biztos volt, hiszen a 90 perc lejárt, de itt gyönyörűen csinálta. A 92. percben tehát Dark Smoke kiegyenlíti a párharc állását. És azt gondolom, hogy Dark Smoke-ra mondom, tehát sokkal jobban hatott az, hogy igazából hátrányba került az előző meccsen, meg ki is kapott végül, méghozzá nagyobb gólarányjal, de itt erre a második meccsre nagyon szépen össze tudta szedni magát. És itt lehet látni egyébként, hogy milyen gólokat lőtt. 3-0-ra nyer, és ezáltal egalizál. És igazság szerint, meg is nézhetjük a gólokat, ez teljesen jó. Gyönyörű volt az észrevétel, senki nem tudott ugye kijönni Sanchóra, és mire odaért volna a védő, addigra gyakorlatilag hát be is lőtte. Többi gól, azt most nem fogjuk tudni megnézni, de ennek ellenére egyébként tényleg azt mondom, hogy nagyon szépen játszott Dark Smoke, igazság szerint, de megint csak azt tudom ismételni, amit a meccsben néhányszor, hogy nagyon fura volt ez a játékvezető, hogy hogyan gondolkodott arról, hogy ezek a kontaktok most érnek, ez akár büntetőt, vagy akár szabadrúgást, vagy nem. Az elsőnél még csak-csak, hiszen tényleg úgy tűnt, hogy mind a két oldalra egyformán tévedett, de ott azért volt egy 11-es, nem mintha ez bármit meghatározott volna, mert már nagyon a végén érkezett volna, de soha nem lehet tudni, hogy egy milyen reakciót vált ki igazából a meccs további részére, hogyha történik egy ilyesmi. Meg hát ugye azért ne felejtsük el, hogy egy 11-est is be kell lőni, és pont Horváth G az, akinek van erről emléke, hogy kulcsfontosságú pillanatban nem sikerült ugye büntetőt
hát gólra váltania, és rögtön egy ellentámadásból kapta azt a gólt, amely végül számára egy vereséget jelentett, és ezzel azt, hogy egy torna második helyén végez. Szóval azért nem mindig fennékig tejfel, hogyha az ember kap egy büntetőt, de hát nem tudom. Mindenki ítélje meg saját maga. Az biztos, hogy aki már azért látott, vagy főleg játszott FIFA mérkőzést, az pontosan tudja, hogy nagyon furcsa bírói ítéleteket lehet látni, vagy éppen nem lehet látni, mert hogy nem ítéli meg. Ebből a szempontból van némi átfedés a valósággal, hiszen ott is azért néha vakarja bizony a néző a fejét, hogy itt vajon a bírónak mi járt a fejébe. Hát ott mostanában már a videóbíró némi segítséget tud nyújtani, és lehet látni, hogy bizonyos esetekben ugye amilyen kétes szituáció, vagy esetleg nem feltétlenül vette észre, akár a partjelző, akár a játékvezető, ott tudnak korrigálni. A játékban viszont ugye hát még maradnak ezek a helyzetek, amikor hát a történelem részeként majd megemlékezünk róla. Minden esetre a legfontosabb, hogy ugye az összesített eredményt illetően 0-1-ről Dark Smoke egyenlíteni tudott, méghozzá egy 3-0-ás magabiztos győzelmet követően, úgyhogy 1-1, és akkor jön a várva várt izgalom, hiszen a mindent eldöntő harmadik mérkőzés után már biztosan győztest avatunk. De hogy ki lesz az, maradjatok velünk és megtudjátok.
Kövesd velünk a legnagyobb hazai és nemzetközi versenyeket LOL-ban, Chigo-ban, Rainbow Six Siege-ben és még sok más játékban is. Olvasd nálunk a legfrissebb híreket minden mennyiségben. Bulvár, gaming és exkluzív tartalmak. Lépj be az eSport egy közösségbe és fedezd fel a piacunkat, játsz nyereményjátékainkon és kövess minket további érdekességekért. The land is dying, and the machines are out of control. Whatever comes, I will be ready. Megjelent a Horizon Forbidden West. Vásárold meg a konzolvilágnál. Konzolvilág. Gaming, számítástechnika, mobil, otthon. This is more than a race. It's a journey. Find your passion. Find what drives you. Find your line. Megjelent a Gran Turismo 7. Vásárold meg a konzolvilágnál. Coming. Look, look. Legnagyobb álmaink hamar megtalálnak minket. Miattuk kapszárnyra a fantáziánk, és ezeket osztjuk meg a szeretteinkkel. Vannak vágyaink, amelyek kedvtelissé szelidülnek, de az igazi álmokat sosem engedjük el. Köszöntöm kedves utasainkat, itt a kapitány beszél. Az Xbox segít elrugaszkodni a földtől. A Microsoft Flight Simulatorral nem csak a képzeletet szárnyalhat, hanem te magad is. Vásárold meg a legújabb Flight Simulator játékot, vagy vásárolj Xbox Game Pass előfizetést, melyben már a megjelenés napján elérhető lesz. Keresd a konzolvilágnál! Folytassuk akkor, és egyben be is fejezzük egyébként a veszprémi városi döntőt, itt az Országos Gaming Expo, hát gaming és e-sport roadshowjának újabb állomásán, ugye? Hiszen, hát nem sűrűn fordul elő, de azért láthattunk már arra példát, hogy ugye három mérkőzésig húzódik egy ilyen párharc, és most is ez a helyzet, Dark Smoke, illetve Horváth G egyenlőre még nem bírt el egymással, úgyhogy jön majd a mindent eldöntő harmadik találkozó, és hát kíváncsian várom tényleg, hogy melyikük tud
felülkerekedni ugye a másikon. Igazából Horváth G már 2010-ben megpróbálkozott itt az előselejtezőkkel, viszont egyszer sem tudott még ugye a városi döntőig elmenetelni, hogyha fogalmazhatok így. És hát azért számára, hát, hogy mondjam, egy picit azért mégiscsak rosszul venné ki magát ez a dolog, hogyha összejön egy ilyen finálé, majd az első mérkőzést megnyeri, tehát gyakorlatilag minden igazából, hogy mondjam, jól alakul, de aztán kiderül, hogy Dark Smoke szépen összeszedi magát, és meg tudja fordítani itt a párharc állását. Úgyhogy érdekes lesz majd látni, hogy tényleg melyiküket tudja jobban felpörgetni ez a mostani szituáció. Igazság szerint ugye ez az egy-egy gyakorlatilag olyan hatással kéne, hogy legyen a játékosokra, hogy olyan, mintha eddig nem történt volna semmi, és most kell egyetlen egy mérkőzésen bizonyítaniuk. Hát majd, hogy ez így jön-e le, vagy sem, az szerintem hamarosan ki is derül, mert hogy azért mégiscsak a pszichológiát sosem szabad ugyebár lebecsülni. Ebben a pillanatban pedig Horváth G útjára indítja a labdát a harmadik, egyben mindent eldöntő találkozóján. Továbbra is ugye ez a fehér-piros szerelés az övé, miközben ugye a tiszta kék, sötét kék mezben pedig ellenfele Dark Smoke, aki pályára lép. Horváth G passzolgat. Lehet, hogy egy picit megfontoltabb lesz majd, főleg ami a védelmet illeti, mondom én, aztán rögtön belemegy egy cselbe, ami számára nem igazán kifizetődő. Annál inkább Dark Smoke-nak, hiszen ebből elindíthat egy kontrát, Fekirrel pörög előre. Be is tudja adni, és még ez is jó lehet számára. Hát ott ez az ollózási próbálkozás, ez nem igazán jött ki jól. Lecsúszott a lábáról egyébként. Továbbra is azt mondom, hogy szerintem pehés amúgy Dark Smoke, mert nagyon sok ilyen hát próbálkozása, talán ez a legjobb szó volt már, amikor így eltörte a labdát, amikor így nem találta el jól, vagy csak egyszerűen nem tudott belevinni elég erőt. Ez is olyan volt, hogy mintha ő lett volna előnyesebb helyzetbe, kihozta Mendit amúgy Horváth G, de ennek ellenére nem tudta eltalálni normálisan. Viszont Horváth G rá tud-e fordulni? Hát itt több opciója is lett volna, leadhatta volna jobbra, leadhatta volna balra, ennek ellenére két játékos között akart ugye az ötösre betörni. Hoppá, ez viszont elnézi, Dark Smoke lenyúlja a labdát Bappéval, be is tud törni a 16-oson belülre, gyönyörű gól! Kettő embert is átver, és ezzel megvan a vezetés. Egy olyan helyzetből, ami gyakorlatilag hát le kellett volna rendeznie itt Horváth G-nek, és meg kellett volna szelidíteni azt a labdát, ennek ellenére lesipuskás módjára nagyon szépen csapott le a labdára, és aztán, amit a végén művelt, két embert is átvert a csellel, és a hosszút könnyörtelenül kilőtte. Dark Smoke, hát nem biztos, hogy egy tervezett támadás volt ez, viszont annál gyönyörű, óriási védés. Meccsben marad mindenképp, azt lehet mondani erre így Horváth G. Nem fejezhetek be egy mondatot, mert rögtön ott van a következő óriási helyzet. Gyönyörű észrevétel volt ez a kiugratás, a gól azonban most nem jött belőle össze. Lehet, hogy itt most ez majd fájhat Dark Smoke-nak, mert gyors 2-0 teljesen szétzilálhatta volna szerintem Horváth G moráját, aki látszik is, hogy szerintem átváltott egy picit kapkodósabbba, és rögtön meg is próbál eljutni az ellenfél 16-osáig. Nem is nagyon passzolgat, csak amikor szinte már a legfontosabb lenne Bappé, lesz-e távoli löket, lesz bizony, és így a szögletet követően jön egy újabb szöglet. 21. perc, és ezt várjuk egy harmadik mérkőzéstől, hogy Parázs megoldásokkal, hangulattal, illetve szituációkkal találkozzunk. Egyelőre azonban 1-0 Dark Smoke-nak. 22 és fél perc eltelt, tehát gyakorlatilag az első félidő a harmadik meccsből. Az első félidő első fele el is ment. Bappé nem tudja átverni most Horváth G védőjét. Fredericks. És nagyobb fokozatra kapcsoltak, ez is látszik. Ó, ez most itt kár volt. Értem, mert ebből Dark Smoke indulhat meg. Horváth G támadott volna. Ennek ellenére Dark Smoke egy óriási helyzetet dolgozhat ki, és ellövi, de a jobb kapufa mellett elszágult.
továbbra is hihetetlen helyzetei vannak Darksmoke-nak, és ebből csak alig-alig tud néhányat gólra váltani. Oké, hogy az előző meccsen ugye hármat belőtt, de így is már az első fél idő alatt is volt öt lövése, amiből ugye kettő gól lett, szóval azt mondom, hogy statisztikailag egyébként a helyzet kihasználás az nem a legjobb, ezen kellene javítani, most is már a harmadik óriási helyzete volt, ebből csak egy lett gól, na most ez 33%, ami nem feltétlenül a legjobb. Persze aztán a végén nyer, senki nem fog ezzel foglalkozni, hát ez meg adott egy kis munkát a labdaszedő fiúknak ott a hirdető táblák mögött. Ebből pedig így Horváth Zsi indulhat meg. Ronaldo. Egyre többet cselez egyébként Horváth Zsi. Mbappé, így van, megint egyedül akarta megoldani most a franciával. Hát, mint hogyha egyre idegesebbé válna ezáltal Horváth Zsi, ami nem feltétlenül jó úmen ebből a szempontból, mert hát azért valljuk be, hogy az kapkodás szül, az azt jelenti, hogy nem tud teljesen hideg fejjel gondolkodni, és ezekben a helyzetekben azért ez számít. Ronaldo. Elmegy a bal szélen. Na, kit fog tudni megjátszani? Erre számított Darksmoke, viszont a portugálhoz visszapattan a labda, de nem tudja bent tartani, mert nem vette át a legjobban. Denayer közben én előbb összekevertem mással a nevét, de most akkor így korrigálnám magamat. De a lényeg, hogy ebből is többet ki lehetett volna hozni, de ez nem jött most össze Horváth Zsinek. 39. perc, megint jön az első félidő vége, ahol eddig mindkét mérkőzés során Darksmoke gólt tudott szerezni. Ha vezetett, ha hátrányban volt, ez mindig működött nála. Lássuk, hogy itt a harmadik meccsen ez újfent összejönne. Ha igen, akkor ez a 2-0 ez gyakorlatilag aranyat is érhet ezen a mai napon számára, most viszont a jobb oldalról érkező labdát lenyúlta Horváth Zsi. Ronaldo, egyel tovább Mbappé előszabály közben, és lefújja most a játékvezető. Na, ez a bíró most egy picit másként ítél, már láthattuk, hogy ő nem feltétlenül díjazza, hogyha egy picit keményebb a játék. Ginola közben, ó, ez nagyon-nagyon gyenge volt, mint ahogy ez az előre passzolt labda szintén Darksmoke-tól, Paqueta. Az az igazság, hogy most már sokat gyára lehet azt látni Horváth Zsitól, hogy a 16-os előterében vagy a 16-os köríve közelében elhelyezkedő támadóinak akarja felpasszolni a labdát, és úgy is, hogyha többen veszik körbe, úgy is, hogyha valaki esetleg áll, hogy mondjam, a passz útjába, és nem olyan egyszerű lenne ugye megoldani az átadást, szóval, hogy erőlteti. Igazából ezt akarom belőle kihozni, sok esetben ebből nem nagyon tud kihozni semmit, közben jött egy szöglet, de most lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez a sorozat megtörik, így is van, nem tud az első fél idő végén gólt lőni Darksmoke, és ez azt jelenti, hogy marad az 1-0, ami viszont ugye egy nagyon kiélezett második fél időt. És hát ugye lehet, hogy a kérdőjel helyére majd pont kerül, de hogy utolsó fél időt hoz-e. Kettejük párharca, ez egy jó kérdés. Most is 5 gól, hát volt már az első mérkőzésen 5 gól, de hogy 5 helyzetből egy ment be. Összesen. Tehát az még szörnyűbb egyébként. Tehát hogyha azt veszük alapul, akkor az gyakorlatilag egy 20%-os mutató. És azért tehát ettől több kell lenne. Ezért vagyok ezzel bajban, mert ugye nagyon érdekes lesz majd azt látni, hogyha ilyen statok mellett gyakorlatilag végül is behúzza ezt a mérkőzést, mert akkor megint ez olyan, hogy elszáll az éterbe ez a mondani való, tehát senkit nem fog izgatni. Mi van, hogyha 30 lövésből egy gólt szerzek, de megnyerem a mérkőzést, nem? Tehát ez igazság szerint ez ilyen. Alves érkezik majd Fredericks helyére, Horváth Zsinél, ez biztos. És átáll a 4-2-2-2-re, és némi játékos instrukciókat is módosított. Darksmoke kezdheti a második fél időt. Így van, közben ki is írja nekünk ott bal felül, hogy Alves valóban érkezik ugye Fredericks helyére. Tehát ezek szerint ugye a jobb szélső pozícióját akarja megerősíteni. Ugye ott volt egy eladott labdája az első játék részben, amiből gól is született, ugye Mbappé lenyúlta a labdát. És hát igen, egyrészt gondolom emiatt akarja, hogy magabiztosabb védője legyen, a másik pedig hoppá,
csak megszerzi Ginola, át tudja verekedni magát az újabb védőn, de lőni nem tud, mert ezt végül hatástalanítják, aztán elgurul a labda és Donnarumma fel tudja szedni. És a másik valószínűleg, hogy Alves, hát talán a támadásokban is egy fokkal jobban részt tud majd venni. Hát ez majd kiderül. Dark Smoke. Nagyszerű észrevétel. Sancho, bent a 16-oson belül, ott egy újabb csel. Nagyon jó volt a közbelépés. Most ezeket a hosszúra tartó labdákat Horváth G nem akarja átengedni, itt meg egy labdakezelési hiba Quaresmától, vagy lehet, hogy ő rontott el egy picit. Minden esetre ezzel megint értékes másodperceket bukik el, mert hogy Dark Smoke-nál van a labda. Két nagyobb arányú győzelmet követően lehet, hogy a harmadik meccs az nagyon-nagyon szoros lesz ebből a szempontból. Középpályán adogat. És most már ne felejtsük el, hogy a labdabirtoklás azért itt felértékelődik. Tehát ezekkel ugye értékes perceket nyer. Nem feltétlenül az időhúzás szempontjából, de hogy nála van a labda. Tehát most ugye ott van az ellenfél 16-os előterében. És neki ez nagyon fontos, hogy ha belefér, akkor miért ne passzoljon még egyet? Még egyszer körbejáratja az ellenfél 16-osánál a labdát, vagy például be tud törni, és akkor akár egy lövést is le tud adni. És ezzel ugye... hát játszik ellenfele idegrendszerével, mert valljuk be, hogy ez frusztráló. Nincs nálad a labda, ráadásul az ellenfél támadhat, benne van a játékában a gól. Na, most ez viszont egy nagyszerű támadás lehet. Ez egy nagyon jó lehetőség, mekkorát védett! Te jó ég! Az eddigi párharc legnagyobb bravúrja Donnarummától. Belenyúlt a jobb kezével ebbe a löketbe. Az ötösről lőhetett Horváth G, és nem, hogy egy-egy nincs, de csak egy szöglet lett belőle. Hihetetlen. És akkor jöhet az újabb támadás. Ronaldo érkezik ott szélen, Quaresma nem fogja neki leadni, túlságosan nyilvánvaló lett volna, hogy neki akarja lepasszolni, de aztán végül csak lepasszolta, amiből el is bukta a labdát. Ez viszont egy nagyon szép kiugratás, megint Sancho robog el a védő mellett, és Mendy, kicsit bravúroznak a kapusok. Itt a harmadik mérkőzésen azt kell, hogy mondjam, főleg Donnarumma az, aki hát, szenzációs volt. Én nem tudom, hogy a mérkőzéseinek a nagy százalékában hogyan védnál az olasz kapus, de hogy most ez eddig városi döntőt érő, mármint városi döntőn győzelmet érő védés lehet, aztán viszont ott van egy nagyon jó csel. Mire kibogoznám, hogy mit is szeretnék mondani, addig Quaresmával sikerül az egyenlítés Horváth G-től. Nem adja föl tehát a játékos, és egalizálni tud. Minden kezdődik előről. Az összesített állás tekintve 1-1, itt szintén 1-1, tehát úgy, hogy egyébként a 71. percben járunk, jön a hajrá, nagyon kevés ideje maradt a két játékosnak, hogy megszerezze a győztes, vagy éppen a győztes találatokat, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mennyire tudnak még itt magukból extra energiát kipasszírozni. De ez Horváth G-nek nagyon sokat érhet most. Hosszú-hosszú ideje nem tudott ugye gólt lőni az előző meccsen egyáltalán, itt is 71 percet kellett várnia, és ne felejtsük el, hogy 1-1, és hogyha nincsen döntés, akkor jön a hosszabbítás. Ha ott sincsen döntés, hát akkor majd azt még megvárjuk, hogy mi lesz Paqueta közben. Nagyon jó ez is, Mbappé! Ezek a cselek remekek, Ronaldo, na, rá tud fordulni, megint Donnarumma! Az olasz spárga, az most megint óriásival járult hozzá ahhoz, hogy még továbbra is meccsben van Dark Smoke. Valamit most már elől neki is villantania kellene, mert Horváth G egyre komolyabb helyzeteket dolgoz ki, és ebből az egyik révén egyenlíteni is tudott. Jorginho, Quaresma elroboghatott a jobb szélen, így is van.
leviszi az alapvonalig, tökéletesen helyezkedett egyébként Alexandroval. Pontosan tudta egyébként, hogy mit szeretne, ezt már sokat gyára próbálja eljátszani, picit tartogatja Orvágyi, és aztán vissza szeretné passzolni. Egy időben, korábbi epizódokban ez nagyon ment, szinte az alapvonalig levitték, onnan visszapasszolták, nem nagyon tudott mit kezdeni vele se a védő, közben átesik ott az egyik hátvédje a kapuson, de minden esetre jöhet majd a kirúgás, vagy hát, hogyha így dönt, akkor kirúgás természetesen. Szóval, hogy ezek azért nem tudnak működni, nagyon szépen le lehet ezeket védekezni. Sokat gyára mutatja meg nekünk Dark Smoke, hogy hogyan is kell ez ellen ugye egy remek megoldást alkalmazni. 87. perc, továbbra is 1-1. Egy távoli löket! Hát repült Mendy is! És akkor ugye kiment a labda, tehát módosításokat is végrehajthatnak. Neymar érkezik majd Ginola helyett, és lehet, hogy még egy valakit behoz. Na védő vagy középpályára, Paqueta helyett Nkunku. Őt is megnézhetjük majd. Viszont ez már... Nem. Összejön a dolog, így van, Nkunku és Neymar érkezik két friss emberként. Lehet, hogy egy picit gondol már arra is, hogy mi van akkor, hogyha ugye nem Paquetát visszahozza. Ja, mert behozta Alabát is, aha, tehát akkor a védők falát erősíti meg. Igen, és ugye előtte már cserélt egyet, tehát nem is tudott többet, ezáltal jöhet a szöglet. Dark Smoke kicsibe, húha, ezt nagyon elmérte most. Alves, vele robokat előtte, előre, óriási, óriási terület ott előtte, egészen eddig, de az ellenfél térfelének közepéről végezhet el egy bedobást. Jó meglátás, Bappé, ez viszont már kevésbé. Egy perces ráadás, egy támadás, még beleférhet Dark Smoke-tól, ha esetleg nem akarja. Teljesen mindegy, hogy mit akar az úriember, ugyanis lefújja a játékvezető, jön a hosszabbítás itt a veszprémi városi döntőben. Tehát a 2x6 perc, azaz a rendes játékidő nem hozott döntést. Bappé és Quaresma 9-ből 1, illetve 7-ből 1. Hát nem túl jó átlagok, de nem is ez a lényeg. Sok nagy helyzetet láthattunk. És hát a döntés még várat magára. És hát azért itt többször is nyilatkozták már a játékosok, hogy nem feltétlenül szeretik elvinni ugye büntetőkig, mert azért az lutri. Tehát az sokszor, sőt, ebben biztos vagyok, hogy ezt mindenki hallotta már, hogy de hát én nem is így nyomtam, vagy nem is akartam ennyire erősen meglőni, és a 11-es az gyakorlatilag a kapufán csattant, vagy kiszállt a stadionból. Gyakorlatilag Elon Muskék tanulmányozzák az űrben azt az objektumot, hogy mi szállt el az egyik műhold mellett. Hát ezek azok a lövések igazából, amelyek 11-esből származnak, és valóban tényleg nagyon, nagyon fura büntető rúgásokat lehet látni. Tehát érthető, hogy nem feltétlenül szeretik ezt a játékosok. De ez a valódi futballban is így van. Mégis egyébként, hogy sokszor játszanak büntetőkre, mindegy. Itt viszont most jöjjön a hosszabbítás, amelyet Horváth G kezdhetett, és övé lesz ezáltal az első támadás, és ez a passzolgatás eddig nagyszerű. Vissza tudja csak passzolni Jorginho-nak, aztán Paquetának, Neymar. Ez így egyelőre jó, a cselek is. Egy picit ez szerintem előnzőzte. Vele akart mindenképp gólt szerezni, azért látszott, hogy mennyire sokat számít a friss ember. Hihetetlen, hogy milyen gyorsan térül fordulott a bal szélen, vagy a 16-oson belül. Ezt nem lesz egyszerű megállítani a már fáradt játékosokkal, Dark Smoke-nak. Nagyon szépen járat ki egyelőre a labdát. Ez nagyon erős volt. Ez ráadásul két saját játékosának sem volt jó, mert közéjük ment. De legalább Dark Smoke is hozzáérhet most már a hosszabbításban a labdához, amelynek az első félidője egyébként lassan el is száguld. Ennyire rövid egyébként a hosszabbításban az idő. Horváth G, Jorginho. Érdekes, hogy végül úgy döntött, hogy Alaba jöjjön be, és nem a középpályán Nkunkuval erősített.
lehet, hogy tartott attól, hogy mi van, hogyha Bappékkal bejut Darksmoke a 16-oson belülre, akkor úgy gondolt, hogy egy friss belső védő az sokkal hasznosabb lehet, mint a szűrő a középpályán, pedig egyébként lehet, hogy jobban meg tudta volna tartani a labdát itt középen, mert egyelőre a játékképe ezt mutatja, hogy nála a labda, ő tud folyamatosan támadni, hamar vissza is tudja szerezni a labdát. De hát mondjuk ez olyan, hogy elég egy támadás is az ellenféltől. Közben lefújja a játékvezető a hosszabbítás első felét. Ez viszont nem hozott gólt. Kiben lesz az az átütő erő? Ha egyáltalán lesz. Ugye? Amíg futballozhatnak. Amikor már lövöldözgetni kell majd a kapura, az már egy másfajta embert kíván. Sokan talán nem hiszik, de egyébként borzasztóan el lehet izgulni ezeket a büntetőrógásokat. Elég, nem tudom, néhány tized másodperccel tovább nyomni ugye a lövés gombot, vagy egy picit sokat gondolkodni azon, hogy és sokat megint tized másodpercekről van szó, hogy most akkor hova vetődjek, elvetődjek, ne vetődjek, így lőjem, ne így lőjem, stb. Stb. És aztán, ha jön egy kimaradt büntető, na az meg teljesen felforgathatja az embernek a lelki állapotát. Nézzük Darksmoke, hogy elkezdte a hosszabbításnak a második fél idejét. Átforgatja a bal oldalra. Be középre, Vinicius Junior is ott van most már a pályán. Négy kékmezes most már a 16-oson belül, de nem tudja eljuttatni egyik őjükhöz sem a labdát. Ráadásul kirúgásra jöhet Horváth G. Egészen elképesztő, nagyon szépen oldotta meg ezt a helyzetet. Letámadásban van Darksmoke is, tehát azért nem akarja azt nagyon hagyni, hogy könnyedén fel tudja hozni a középpályáig. Ennek ellenére szépen megoldja ezt. Horváth G, viszont ez az átadás, ez gyenge volt. Egyébként ez a másik hátülütője, azért, hogyha nagyon letámad egy játékos, vagy egy csapat, ennek ellenére mondjuk a felpasszok mégis működnek, akkor azért a hátvédekre igen nagy nyomás helyezkedhet, és nem biztos, hogy sikerül ilyen könnyen megállítani ilyenkor egy támadást. Most Darksmoke nagyon szépen oldotta ezt meg. Sancho közben át tudja ívelni, méghozzá be középre, és mellé megy! Darksmoke-ot kísérti a sors! Hihetetlen! Ennyi kihagyott helyzet egy városi döntőben én szerintem még nem volt. Legalábbis ami annyira kevesen múlik, hogy nem lesz belőle gól. Hihetetlen ez a nap számára! Lőtt négy gólt, sőt ötöt, mert ugye az első mérkőzésen is betalált. De a legfontosabb pillanatokban, miközben Horváth G ugyanúgy kihagyja! Pedig a nehezét összehozta, lehelet finom cselt követően a bal kapufa mellett eldurrantja a labdát. Te jó ég, itt az utolsó néhány pillanatban mind a kettejük megnyerhette volna a találkozót. És úgy tűnik, hogy nem lesz döntés a hosszabbításban sem. És ennyin múlhat az, hogy valaki igazából sikert arat-e vagy sem. Egy perces ráadás, amiből ugye fél perc van, de hát az egy szemvillanás alatt le fog pörögni. És utána pedig jönnek a büntetők. Aha, Darksmoke már nem is akar előre menni. Darksmoke már tudja, hogy jön a fekete leves. De hát ezt is ki kell kanalaznia valakinek, ha ízlik, ha nem. Nyilvánvalóan, hogy aki megnyeri, annak ízleni fog majd ez is. Jönnek tehát a 11-esek, és ez fog Veszprémben dönteni. Lássuk, Darksmoke lő először méghozzá Fekirrel, vele szemben Horváth G és Mendy. És belövi! Érezte Horváth G, hogy hogyan kell, merre kellene ugrania, de tökéletes büntető volt, és a másik oldalon a lövés szempontjából Horváth G lába sem remeg meg. 1-1. És középre lövi Bappéval, erre pedig szintén számított Horváth G. Ront egyet Darksmoke, nézzük a másik oldalt. Ez is perfetto. 2-1-re vezet Horváth G, és most a másik oldalt választja, ez már bent van Darksmoke-tól. De még mindig előnyben ezáltal, nézzük.
kinézte magának a jobb alsót, megfogja Dark Smoke, de ráérzett. Újra egál, 2-2, minden kezdődik előről. Vinicius Junior versus Mendy, és középre begurítja. Ez mindig kockázatos, de most bejött. Cristiano Ronaldo alias Horváth, és megint megfogja Dark Smoke, fordít a büntetőket illetően. Ha ezt belövi, akkor Dark Smoke-é a döntő. És megint egy ilyen drámai meccsen bukhat el Horváth G. Lássuk! És nem tud nyerni, mert hibázik! Vagy mondjuk úgy, hogy Horváth G. érez rá, hogy merre kell ugrania. Be kell lőni ennek ellenére, nincs bent! És végül megoldja Dark Smoke! Egészen hihetetlen büntető párbaj! Az utolsó pillanatig kiélezett volt. Nem volt a legjobb, de nem is a legrosszabb büntető, egyszerűen csak pontosan tudta. És ha jól emlékszem, akkor zsinórba 2 vagy 3 ilyen lövése volt Horváth G-nak. Ugyanúgy a jobb sarkot vette célba, és ezt pontosan levágta Dark Smoke, hogy merre kell ugrania. Hihetetlen! 2 elbukott selejtezőt követően Horváth G úgy veszít a veszprémi városi döntőben, hogy az első meccsen magabiztosan nyert, sőt, a büntető párbajban, itt a harmadik meccset illetően szintén előnyben volt, de nem jön össze neki. Tehát a Veszprém arénában Dark Smoke örülhet végül. Mármint nem helyileg, hanem a Veszprém arénában zajló veszprémi városi döntő kapcsán. Ő az tehát, aki csatlakozik a landöntősök mezőnyéhez. Hát az egyik, ha nem a legjobb finálét láthattuk, és ez még mindig csak egy városi döntő, csak teszem idézőjelbe ezt a kis szócskát, ugyebár zseniális párharcon vagyunk tehát túl. A további programot illetően pedig azt még mindenképp szeretném elmondani, hogy holnap, azaz március 27-én vasárnap Tatabányán a Földi Imre sportcsarnokban lesz az OGEX 22 következő állomása, ugye? Tehát akik ott laknak a megyeszékhelyen vagy a közelben, azok természetesen ingyenesen, egyébként bárki ingyenesen kilátogathat, de hát gondolom ők kapnak a leghamarabb kedvet arra, hogy igazából részt vegyenek az OGEX helyszíni eseményén. És ugye jövő hét pénteken, azaz április 1-én jön a budapesti városi döntő a Hungexpon, illetve 2-án szintén ugye a Hungexpon pedig a nagy döntő, és ezzel zárul majd az OGEX 2022-es gaming és e-sport roadshow-ja. Hát, igen, az egyik fél ugye elképesztően örül, a másik pedig elképesztően búslakodik, de ilyen a sport, meg ilyen az e-sport is, nem lehet sajnos 2 játékost győztesként kihirdetni. Dark Smoke most, ha egy kevéssel is, de jobbnak bizonyult, és ez azt jelenti, hogy övé tehát a veszprémi döntő, és ezáltal a 100 000 forint, meg ahogy mondtam, bekerül a 20 fős mezőnybe, akik ott lehetnek majd a budapesti landöntőn. Én még egyszer szeretném egyébként megköszönni támogatóinknak azt, hogy egy ilyen fantasztikus eseménysorozat létrejöhetett, úgyhogy külön köszönet a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, az 1 millióan, a Magyar Esportért Egyesületnek, a OneBlade-nek, a Nissin-nek, a Konzolvilágnak, az Antenna Hungáriának, a Duna Aszfaltnak, a Hunesnek és az esport1.hu-nak. Nélkülük tehát nem jöhetett volna létre, és nem kaphattak volna ezek a nagyszerű fifások egy ilyen remek lehetőséget. Folytatás tehát holnap 17 órától Tatabányán, illetve itt ugye a Twitchen is, illetve a helyszíni kivetítőkön szintén lehet követni. Én debreceni Tézeusz Péter voltam, kollégáim nevében is nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, hogy velünk tartottatok, továbbra is csodálatos hétvégét kívánok. Folytatjuk holnap 17 órától. Sziasztok! Kövesd velünk a legnagyobb hazai és nemzetközi versenyeket LOL-ban, Cségóban, Rainbow Six Siege-ben és még sok más játékban is. Olvasd nálunk a legfrissebb híreket minden mennyiségben. Bulvár, gaming és exkluzív tartalmak. Lépj be az eSport egy közösségbe és fedezd fel a piacunkat, játsz nyereményjátékainkon és kövess minket további érdekességekért.
The land is dying. And the machines are out of control. Whatever comes, I will be ready. Megjelent a Horizon Forbidden West. Vásárold meg a konzolvilágnál. Konzolvilág. Gaming, számítástechnika, mobil, otthon. This is more than a race. It's a journey. Find your passion. Find what drives you. Find your line. Megjelent a Gran Turismo 7. Vásárold meg a konzolvilágnál. Coming. Look, look. Legnagyobb álmaink hamar megtalálnak minket. Miattuk kapszárnyra a fantáziánk, és ezeket osztjuk meg a szeretteinkkel. Vannak vágyaink, amelyek kedvtelissé szelidülnek, de az igazi álmokat sosem engedjük el. Köszöntöm kedves utasainkat, itt a kapitány beszél. Az Xbox segít elrugaszkodni a földtől. A Microsoft Flight Simulatorral nem csak a képzeletet szárnyalhat, hanem te magad is. Vásárold meg a legújabb Flight Simulator játékot, vagy vásárolj Xbox Game Pass előfizetést, melyben már a megjelenés napján elérhető lesz. Keresd a konzolvilágnál! But let me warn you one last time.